Dombóvár, Ady Endre utca. A lakók esős időben nem tudnak a parkolóban kiszállni az autóból, anélkül, hogy ne lépjenek a sárba. A házak előtti vízelvezetők pedig alig győzik a munkát. A városvezetés úgy döntött, véget vett az áldatlan állapotnak. Ez egy 3x400 milliós projektet ölel magába. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb csapadékvíz elvezetési programját tudnánk megvalósítani Dombóváron. A fejlesztés eredményeként a vízelvezető rendszer átépítését követően a járdaszakaszok is megújulnak, és emellett a térségben egy zöldítési program is indul, mely felhasználja a helyben összegyűjtött esővizet. A zöld növényzet felülvizsgálatánál nem arra gondolok alapvetően, hogy kivágunk minden fát, hiszen ez egy nagyon egyszerű megoldás lenne, csak nem európai. Koruk szerint meg fogjuk állapítani szakértőkkel, hogy túl vannak-e már a fénykorukon, és nyilván minden fát, és az eddigi is kivágott fákat pótolni fogjuk. Az építkezés lehetőséget nyújt majd további parkolók, illetve egy biztonságos kerékpárút kialakítására is.